Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterrel, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjével, a kialakult karcagi botrányról, a Kummediátor Kft. Körüli botrányról beszélgetek. Mi a véleménye mindenről? Gyalázatos és felháborító szélhámosság az, aminek nagyon sok karcagi polgár áldozatul esett. Itt a Kummediátor tulajdonosai, vezetői, és akik mögöttük állnak, visszaéltek barátaik, jó ismerőseik, a bennük megbízó embereknek a jó hiszeműségével, és több százmillió forintos, lehet, hogy milliárd forintos kárt okoztak nekik. Ez egy lopás, a törvény teljes szigorával kell lesújtani, és én bízom abban, hogy a rendőrségi nyomozás eredményes lesz, és előkerülnek az elkövetők és az ellopott pénz is. Mi az, amit tud a károsultaknak ma mondani? Fontos az, hogy a kár teljes összege legyen felmérve. Itt az önkormányzat példaszerűen járt el. Én köszönöm azt, hogy Kovács Sándor és Dobos László, Kovács Sándor a megyei közgyűlés elnöke és Dobos László polgármester úr összefogja ezt az ügyet. Ügyvédet kerestek. A kár összeg azért is kell, hogy a rendőrség boldoguljon, illetve a károsultak minél hamarabb hozzájussanak, remélhetőleg hozzájutnak az ellopott pénzhez. Össze kell tartaniuk, össze kell fogniuk azért, hogy az elkövetőket elcsípjék. Köszönöm az interjút. Köszönöm.